Szép estét kívánok, köszöntöm a köztér nézőit. Március 6-án, pénteken színháztörténeti pillanatot élhetnek meg a Vörösmarty Színházba látogatók holnap, tehát szombaton 19 órakor Sáros István Trianon című drámájának ősbemutatójára kerül sor. Az elmúlt héten a Teátrum kávézójában Sáros István író, Gáspár Sándor színművész, az egyik főszereplő, és Perczel Zita a darab dramaturgia megosztotta meg gondolatait a nézőkkel. István, veled kezdeném egy teljesen személyes kérdéssel. Hol születtél? Salgótarjánban, meglepő, de pécsi vagyok. Mindig azt szoktam mondani, a gólya pont akkor járt arra, amikor a szüleim édesapámat helyezték oda, és ott láttam meg a napvilágot. És hogy került édesapád Salgótarjánba? A nagynénink, a második Förster Kálmán, akkor Salgótarjánban lakott, és a 20-30-as évek derekán ő szerzett akkor állást a Salgótarjáni üveggyárba. Akkor egy pillanat rájunk meg, Förster Kálmán nevét, akik megtekintik majd a Trianon című előadást, meg fogják ismerni. Ő egy fontos szál a színdarabban, ő a Poprádi polgármester. Ki volt ő? Ezek szerint rokonod, felmenőd. Igen, egy nagy apai szintű nagybátyám, aki nem csak Poprád polgármestere volt, hanem Poprád utolsó magyar polgármestere volt, és nem tudom lelövem azzal a poént, hogy gyakorlatilag Trianonnal együtt került Magyarországra, Trianon miatt került Magyarországra, és aztán Salgótarján vezetője lett, ő tette várossá Salgótarjánt. Több mint 20 évig volt polgármestere, a főtéren egész alakos márvány szobra áll. Úgyhogy Tarjának annyira szeretik, esküvőnél fényképeznek, gyerekeket visznek is, raknak az ölébe, és a Salgótarjáni polgármester mondta, hogy a tisztelet legnagyobb jele soha nem jelent meg a talapzaton graffiti. Krisztik Csaba fogja játszani egyébként Förster Kálmánt, a feleséget pedig Ladányi Júlia. Akkor még maradjunk a Förster családnál. Fontos emberről hallunk még náluk, bizonyos Ernő bácsiról, aki leveleket ír a családnak. Ki volt Ernő bácsi? És ha jól tudom, hoztál is magaddal mutatni való könyvet tőle. Hát hogy ide hoztam, de ide most nem hoztam, de itt van nálam kicsit tény. Hermann Ernő az első világháború gyakorlatilag minden napjáról naplót vezetett. Ez azt jelentette, hogy a vég, ezt tinta ceruzával írta, saját maga rakta át gépbe, 2500 oldal. A drámai az életében az volt, hogy én utólag tudtam meg a Zrínyi kiadó tábornokától, hogy ugye egy katona vagy hadifogó nem tart a semmifajta papír, nem itt magánál, nincs tárgyalás, azonnal agyonlövés. És amikor ment a csapat, vagy ugye a fogolytábor költözött, vagy költöztették őket, testére zsinegekkel erősített módon vitte ezt a töménytelen mennyiségű súlyban is jelentős írományt, és hát 2000 táján én átrakadtam a klinikai írőleányokkal elektromos formába, és pont a centenáriumra 14. június 28-án jelent meg a hadifogoly napló. Szintén nagybácsi, rendkívül olvasmányos, rendkívül izgalmas, a szerb front, galiciai front és sok év Bezerovka Oroszországban. Köszönöm, hogyha tehetik, akkor nézzenek utána, mert tényleg csodálatos kiadvány. Most hozzád fordulok, Sanyi, te egy nemzetközi jogászt játszol a színdarabban, fölírtam, hogy hogy hívnak. Adolf Johann Gustafsson. A színdarab egy képzeletbeli nemzetközi bíróságon játszódik, két képzeletbeli nemzetközi jogi szaktekintély, akit Gáspár Sándor és Seres Zoltán alakít, tárgyalják újra 100 év elteltével a trianoni békeszerződés kapcsán tulajdonképpen az odáig elvezető történelmi eseményeket. Pontosan fogalmazok? Mit gondolsz erről a figuráról? Tudsz-e vele azonosulni? Ugye eljutsz a darabban odáig, hogy megelevenedik a magyar történelem nagyon sok fontos olyan eseménye, amik
közvetve vagy közvetlenül jóval korábban történtek, és eljutsz odáig a felismerésig, ameddig, csak nem akarom spoilerezni a végét. Amit nem akarunk most elmondani, igen, hogy mi, úgyhogy kérdezel mást? Vagy... Na, nem, tehát, hogy tudtál-e meg új dolgot a színdarabból? Bocsánat, az első kérdésedre válaszolva, egyelőre még a próbának ezen a szakaszán vergődve nem nagyon tudok arról beszélni, hogy milyen is a szerepem, még arról is, hogy milyen lesz olyan szinten egy érzékeny állapot ez. Egyelőre, amit biztosan tudok, hogy mint embert, Gáspár Sándort, és nem mint a színészt, egyszerűen leköti ennek az egész kornak az izgalma, az érdekessége, a drámaisága, ugyanakkor az abszurditása is. És természetesen arra is figyelek, hogy azért színészként hogyan próbálom elhelyezni magam ebbe, de egyelőre még így a rácsodálkozás periódusában vagyok, és fogalmam sincs, hogy ez a Gustavsson mennyire lesz intellektuális, mennyire lesz eltökélt, mennyire lesz a végére megviselt, de feltételezem, hogy afelé fog alakulni, hogy azért végül is ne ilyen száraz tényeket közlő figurákat játszunk, hanem valamilyen szinten megérintsen minket is. Bármennyire is külföldiek vagyunk, Stockholmból, de ez a magyar dráma nyilvánvalóan hatni fog. Akkor tőled is megkérdezem, hogy te szentesen, szentesen születtél. Igen. Volt-e a családodban, a felmenőid között katona az első világháborúban? Kicsit előbbre mennék a honfoglalásig, de nem akarom. Igen, mindjárt válaszolok rá. Olyan érdekes, hogy ugye én akkor jártam iskolába, középiskolába, egyetemre, amikor a Trianonról igazából nem volt szabad beszélni, nem is tanítottak bennünket, hanem a dicsősége 133 napról. Tudtunk dalokat, mindenféle történeteket, és természetesen, mint ahogy Magyarországon minden család valahogy az ősök által érintve volt Trianont illetően, úgy mi is, tehát miközben jártuk, mi is ugye a úttörő csapattal, zászlóval a kézbe Szentes utcáit, és felkerestük a volt vörös katonákat, élménybeszámolót írtunk, jegyeztünk le, eközben az én nagyapám, és itt válaszolok a kérdésedre, az első világháborúban az olasz fronton harcolt. És amikor már elég idős volt, és mi úttörőként mentünk az utcán, a másik oldalon, kint ült a padon, ahogy szokott, és átszólt, és én vittem a fekete párduc zászlót, hogy hova mentek, Sanyikám? És mondtam, hogy Piti bácsihoz, élménybeszámolóra. És akkor nagyapám fölállt, és azt mondta, hogy ahhoz a csozehoz, és köpött egyet, mert kiderült, Piti bácsi ugye akkor hősnek volt elkönyvelve, de kiderült, hogy Piti bácsi tulajdonképpen már egykorú volt nagyapámmal, akkor is mindenki lenézte, mert munkakerülő volt, tolva is volt, csak aztán hőssé avatottak így a dicsősége 130 nap által, amit nyilvánvalóan nagyapám nem tudott elviselni, aki egyébként Bécsben az Arzenálba végzett, és ő volt Szentes első gőzgépének a tulajdonosa, cséplőgépének. Tehát nagyapámban ez a jogos felháborodás így szakadt ki, egész Trianonért. Az első attakot így kaptam meg, hogy nem olyan egyértelmű ez a úttörőnek lenni, meg ez a dicsősége 133 nap. Parancsolj! Politizáltak otthon a szüleid, nagyszüleid? Igen. Hallgattatok rádiót? Nagyapám mindig azt mondta, nem lesz ez mindig így, Sanyikám. Miközben nem is gondolhattunk arra, hogy valamikor is vége lesz a Kádári érának. Ja igen, meg mellettünk, a szomszédban, egyébként rendes emberek voltak, de egy munkásőr lakott. És amikor már gimisták voltunk, és így öcsémmel együtt felnőttesebb kérdéseink is voltak, már kezdtük a magunk körüli világot figyelni, meg a múltra is odafigyelni, akkor amikor a szüleinket kérdezgettük, hogy ez hogy volt akkor a háborúban, a háború után, hogy volt 56, akkor mindig be kellett csukni a hátsó kis konyha szellőző ablakot, mert az a
munkásőrékre nézett, úgyhogy innen tudtam, hogy az is egy furcsa szervezet. Köszönöm. István, nálatok volt szó, esett szó otthon történelemről, politikáról? Mikor hallottál te először Trianonról? Hát Trianonról ifjú eszmélésem idején hallottam, illetve találkoztam vele, de maga a Trianon világa engem is Salgótarjánban érintett meg. Megéltem a Salgótarjáni sortüzet, miközben pár száz méterről, 57-ben költöztünk vissza Pécsre, és azért a tótság azért ott élt közöttünk, nem szólalak, tótok voltak a piacon, meg minden egyéb ilyen. Ott volt Somoskő új falu, a határ. Bemegyünk Magyarországon, és ott vagyunk Szlovákiában. Tehát már gyerekkoromban megtapasztaltam. Aztán a család eredetileg barcsi. Ugye a barcsi rokonság viszont a délszláv, jugoszláv oda-vissza ellentét világába vezetett, illetve én csak hallottam olyan dolgot, amit akkor nem értettem. Az első sok, én azt hiszem ezt olvasó próbán el is mondtam nektek, az első sok gimnazistaként, a kommunista rezsimben a ferenceseknél kezdtem Esztergomban, és az első kimenőnk rögtön a bazilikához vezetett föl, és ott szembesültem egy olyan mondattal, ami engem sokkolt. Disznó magyar, nagy, hatalmas, fekete betűkkel, és óhatatlan, ezek így összesítve kérdéseket vetettek föl. És nem is annyira a szüleim, sőt, intettek, hogy nem szabad beszélni, kiáll minisztrálni, kiáll templomban, nem szabad ott jelentkezni. Persze jelentkeztem és felálltam. De nagyon érdekes volt, hogy a Kálmán bácsi, akkor Pécsen volt, számos történetet mesélt, amit akkor nem tudtam még hova tenni. De ezek a kis apró kis löketek, mégis úgy álltak össze, hogy előbb-utóbb megfogalmazódott bennem, miközben nagyon sok más egyebet is írtam, de tudtam, hogy el fog jönni ez az idő, amikor le fogok ülni és megírom ezt a művet, ami gyakorlatilag ez 400 oldalas ugye kerekem, és ami nem más, mint a valós létező dokumentumok, naplók, memoárok, diplomáciai levelezések, gyorsíró jegyzőkönyvek, parlamenti jegyzőkönyvek, mind-mind áttéve dialógussá. És hogyan kezdted a gyűjtőmunkát? Hogyha jól tudom, akkor több évtizeddel ezelőtt már elkezdtél vele foglalkozni. Tulajdonképpen ösztönösen gyűjtöttem, láttam antikvárra nyitott könyveket, vagy rendeltem meg könyveket, amelyek a témakörrel foglalkoztak, és ugye 4 évvel ezelőtt jelent meg a Pius drámám, letettem, mint egy nagy feladatot, ugye a Hók helytolójának az ellendarabjáról van szó, de a valós történelmi darabról van szó, vagy a történész lektorom, úgy mint a történelmi dokumentumok engem igazoltak, és nem Hókot, és akkor olyan kényszerítő, szóval nem volt kiút. Az írás egyébként is egy pszichiátriai állapotban, bocsánatot kérek, egy kényszer. Egy kényszer, írás kényszer, és akkor német 15-ben jelent meg a Pius, és utána abban az éve kezdtem elírni. Ugye nem mutattam be az elején írói munkásságodat, de 1984 óta írsz rendszeresen színdarabokat is az orvosi hivatásod mellett, amit főleg Pécsen, de sok helyen színre vittek már. Igaz? Igen. De hát, ezt a... Igen? Az első színdarabom, igen, Szodoma címen lett bemutatva Pécset, akkor még a totális színház világában éltünk, Baranya Tánc Együttes, Pécsi Ballett, Ekki Merével, Kulka János volt az egyik főszereplő, meg hát lehet ragozni, Ízt Együttes adta az élő zenét, egy nagyon jól sikerült monstre, szabadtéri darab volt, de el kell árulnom, és az évet nem tudom megmondani mikor, de tudok ráutalni, a legelső színdarabomat egyenesen Iés Gyulának küldtem el. Azt is tudom, mikor a Tiszták bemutatójának az éve volt, a 7. sorban ültünk, és a Gyula bácsi a Flóra asszonnyal ott ült velünk egy sorban a páholyba, és Gyula bácsi heteken belül kézzel írt levéllel válaszolt, ma is őrzöm, ma is megvan, de ennél jóval korábban kezdtem írni. Akkor jött 85-ben a Zsák utca című TV-film, ami elég viharos volt, ugye nagyszerű szereplőgárdával, Sinkovics, Lukács, Avar, Mécs, Szersény Gyula és Málnai Levente rendezése.
Ott akkor fölkapott a sajtó sokfajta. Miért volt viharos? Azért, mert nagyon sokan magukra ismertek. Ugye a pontosan 14-en ismertek magukra, 6-an jelentettek föl, abból kettő. Mennyivel jobb egy 100 évvel korábbi esemény sorozatról írni? Mennyivel jobb egy 100 évvel korábbi igen. De iskolából, nyomdából, meg hát főleg egy olyan budapesti szülészfőről is jelentett fel, akire életemben nem hallottam, és hát gyakorlatilag egész a legfelsőbb bíróságig ment az ügy. Végül is első fokon bizonyítékok hiányába, másodfokon büntet hiányába, a legfelsőbb bíróság pedig a főügyészet védelme, bocsánatot kérek, ami megdöbbentő volt az ügyvédem számára, mert mondta, kivonta a vitorlából a szellet, mert azért beszélni mondta el. És akkor a híradónak nyilatkozó ügyvédem azt mondta, hogy tulajdonképpen nem értjük, hogy mit akart ez az ember. Mert ez azt mondja magáról a film alapján, ez én vagyok, de én nem ilyen vagyok. Mi az a történelmi esemény, tény, amire rácsodálkoztál a próbaidőszak kapcsán, amit nem tudtál eddig? Sok mindenre rácsodálkoztam, és ezáltal én is ilyen kutató munkába kezdtem. Elég volt a Facebookon beütnöm azt, hogy Trianon, és onnantól kezdve kapom az anyagokat, naponta több órát tölthetek a Facebookon, mert tele vagyok mindenféle kutatással, úgyhogy ezzel leálltam, maradtam a tiednél, bőven elég. Ami azt ugye hallottuk, meg tudtuk, hogy mindenféle, hát eléggé el nem ítélhető módon aljas háttértárgyalások történtek Triadon, tehát a magyar területekről úgy alkuttak, mint a kofák a piacon. Ezt ugye az ember talán hallotta régen, de így dokumentumszerűen látva, emberek szájából, nem csak leírva, bár ahogy az előbb mondtad, hogy a regényben az a jó, hogyha az ember valamit nem ért, visszalapozhat. A színháznál nincs ilyen, viszont mi abban bízunk, hogy amit egyszer kimondunk, akkor az úgy beég. Tehát ez például, hogy egy országról, a emberekről, családokról, területekről úgy lehet beszélni, mint tényleg, hogy akkor ezt a két gesztegyét elviszed, kapsz helyette három makkot, az nem kell, az egész nem kell, akkor vigyed, kapok mást, és közben ez volt a magyarság. Ez döbbenet, hogy így kiterítve, térkép fölött akár, így lehessen egy nemzetről beszélni. És nem az a kérdés itt ilyenkor számolja a meglepetés, hanem az, hogy így lehet. Mert az nem vitás, hogy a győztes hatalmak, ugye, majd hogy nem mindent visznek, de akkor is valamiféle józan belátás kellett volna ahhoz, ami ne termelje ki a következő, hát a második világháborút, meg az egész őrületet, ami még napjainkban sok embert sokban tart. Nekem ez a legnagyobb felismerésem, hogy így lehetett Európa szinten, nyugatiak szinten, déliek, tehát a nagyhatalmak és az utódállamok által minket ilyen szinten haigálni ide-oda. Ez döbbenet. Úgyhogy nem engedték oda a magyar képviselőket. Úgyhogy nem engedték oda a magyarokat. Tehát így nap mint nap szembesülve ezzel a kérdéssel, ez számomra a legsokkolóbb. Úgyhogy sokáig nem is olyan tudtam mit kezdeni azzal, hogy én itt mit csinálok a színpadon, mert ezekkel voltam el. Folyton olvasgattam, utána néztem a Facebookon, tehát mint egy kis ilyen maszek történész elkezdtem a dologgal foglalkozni, aztán kénytelen voltam leállni ezzel, mert most már arra kellene törekednünk, hogy ez a színpadon milyen erőt fog képviselni. Pedig felírtam, hogy a titkos bukaresti szerződésen, amikor a Bratianu román miniszterelnök előáll azzal, hogy a Tiszáig tolják ki Románia határát, az bőven szentest is, meg mindent érinthetne. Ezen gondolkodtam, hogy hallgattam, olvastam a szöveget, mint hogyha úgy húzták volna meg a határt, hogy Debrecentől Gyomán levezetve ott Orosháza, Hódmezővására, és így tovább. Tehát szentes pont kimarad. Így megnyugodtam így utólag is, hogy szentes nem lett volna talán az. Bármivel a Tisza partján van, és a bal partján, hát miért hagyták volna ki, ugye a románok? Hát a Tiszáig tolták volna ki a határokat. Igen. A színdarabban szereplő magyarok összetartanak? Nagyon jó kérdés. Én hagy válaszoljak azzal az első reakciómmal, amit
akkor éreztem, és megfogalmaztam, amikor sok évvel ezelőtt elolvastam Brodarics Istvánnak a krónikáját. Brodarics második Lajosnak volt a kancellárja, ő megúszta a Mohácsi vészt, és a lengyel király kérésére megírta. Érdemes elolvasni, mert rendkívül izgalmas, sokat merítettem, sőt konkrét jelenet is van a Mohácsi vész kapcsán. A legelső, amit megfogalmaztam és utaltam az előbb rá, hogy a magyar semmit nem változott 400 éven keresztül. Tehát gyakorlatilag minden ugyanaz, nem véletlen a könyvben a háború, az a csata előtti nemességi aktivitás, illetve a magyar országgyűlésnek a háború, tények, adatok ismeretében. Nem baj, a magyar az magyar. Most kicsit megkerültem a kérdésedet, de igen, vannak széthúzások, emberi széthúzások, politikai egyéb összehúzások, de sajnos sokkal tragikusabb, amit az előbb a Brodarics kapcsán mondtam, és ami ma is köztünk él. Nem hozott megnyugvást. Nem. A könyv megírása. És hogyan bukkant rá Szikora János igazgatónk a könyvedet olvasta először, vagy a borkesszült színdarabodat? Nem. A 12. Pius drámám bemutatójára készült a rabbi, a pápa és a sátán. Igen. És ennek konkrétan tervezte adott helyen az idei évadban a bemutatóját, és egy nem is tudom, hogyan egy mellesleges beszélgetés kapcsán, baráti beszélgetés kapcsán terelődött a szó arra, hogy mivel foglalkozom. Akkor már a vége felé jártam, és nem is tudom pontosan, hogy vagy a könyvnek, vagy rögtön már a színpadi változaton dolgoztam, de azt kapta meg először János a színpadi változatot, és azt követően mondta, szeretne többet, több részletet megtudni, és úgy kapta meg a könyvet. És így indult. És nyilván aktualitás, centenárium, és ahogy említette legutóbb beszélgetésünk során is, hogy pusztán sorrendcseréről van szó. Azon gondolkoztam, vagy nem tudom, ti hallottatok, vagy láttatok, vagy olvastatok Trianon kapcsán színdarabokat, verseket, novellákat. Miért nem tudnak még erről írni íróink? Fogalmam sincs. Politikai felhangok nélkül. Akkor fölteszem a kérdést, miért van az, hogy most a magyar színházi világban csak a Nemzeti Színház és a Székesfehérvári Vörösmarty Színház emlékezik meg. Lehet, hogy nem mernek. Belhonunkban. Gyanítom, hogy amit a János mondott, amikor kiderült, hogy ezt megrendezi, és mondta nekem, hogy bárhova nyúlunk az anyagba, parázsba nyúlunk. Hihetetlen sok-sok fájdalom szakadt fel, rengeteg azóta még túldimenzionált ti vagytok, mi vagyunk féle kettészakadás, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a mi előadásunk inkább afelé fog közelíteni, hogy sokakat felbátorít arra, hogy igenis lehet erről beszélni kulturáltan, felkészülten és értelmesen, és nem egymásnak esve ész nélkül is. Ehhez azt gondolom, úgy a Nemzeti Színház, meg mi is egy lépést teszünk a közönség felé. Mindeközben nagy felelősség. Az ne ragd rám, ne ragd most már rám. Neked nem, mert egy nemzetközi jogászt játszol, de azon gondolkoztam nézve a próbákat, hogy mekkora felelősség lehet egy színésznek, aki mondjuk Károly Mihályt játsza, vagy Tisza Istvánt. Tehát, hogy nem nyúlhat úgy hozzá ahhoz a szerephez, mert rögtön már véleményezi az által, nem? Te, mint színész kollega. Olyan érdekes ez, hogy látva Andrássy Máté kollégámat, aki Károly Mihályt játsza. Andrássy Máté egy 2 méter magas, biztos ismerik, egy rendkívül kulturált, remek humorú, elegáns úr, így az életben is. És közben azt nézem, hogy a mi tanulmányainkban
a Károly a Vörös Gróf volt, még a Vörös Grófné címen film is készült, ugye a Katinka Bács Feri alakítása. Tehát, hogy ő egy ilyen legenda volt a magyar több évtizedes tanulmányainkat, ugye, ha visszagondoljuk így a kádári érába. Aztán ezt elolvasva itt inkább nem kicsúfolása, nem karikatúrája van, hanem végül is az esetlensége van igazából megfogalmazva, nem a rossz szándéka, hiszen őt is becsapták, ő a nevével visszaéltek, de ezzel együtt ő képes volt elmenni úgy tárgyalni a franciákkal, hogy egyszerűen elegáns sportruhába. Tehát ő nem adta meg azt a módját, amit illetve. Tehát lazára vette a figurát, de hát kapott is szegény nagyon keményen a legkeményebb katonákkal, katonai vezetőkkel. Tehát azt látom így, hogy például kiragadva az ő személyét, így az a Máté által ennek az esetlenségét, alkalmatlanságát mutatja meg, de nem bántó módon, hanem emberi módon. Ugyanígy, hogyha tovább megyek a szereposztáson, hogy látva Egyed Attillát Clemenceau-ként. Hát egyszerűen bravúros, hogy hát meg fogják verni az utcán, azt mondja, hát remélem, hogy fölismerik, de valóban, már úgy értem, hogy színészként ismerik föl is, de bámulatos, hogy szinte alig van szövege, de az összes trianoni tárgyalást, ahogy levezet és ott van középen, valami olyan erőt és tekintélyt hordoz, hogy döbbenet. Miközben kiderül ám, hogy ki is volt ez a Clemenceau. Na, tehát így szépen lassan látva a kollégáimat, és nem csak a magam dolgával elfoglalva ülök ott, azt látom, hogy egy nagyon érdekes, izgalmas, színes előadás lehet belőle. Még akkor is, hogyha csak két női szereplőnk van, akik igen, rövid ideig vannak színpadon sajnos, de azt akartam elő kihozni, hogy a színház összes férfi színésze szerepel az előadásban, és a szabad térszínházasok is, és még ezen túl Nemes Nagy Ágnes iskolások is szerepelnek benne, tehát ezért az előadásért a színház valóban nagyon-nagyon nagy energiákat mozgat meg. Igen, és én 40 férfival dolgozom minden nap, 4 órát. Jó, bocsánat, egy picit. Nagyon jó. Az előző kérdésedhez, a megjelent Trianonnak kapcsolatban megjelent irodalom, igen nagy a száma a II. Világháború végéig. Tehát a könyvtárban kutatók nagyon sok novellát, visszaemlékezést, verset, maga Kosztolány is állított össze egy nagyon szép a kortárs íróköltők művében, egy nagyon szép kötetet, tehát volt. És aztán, hogy Sanyi mondta, tényleg, amit elvágták volna, agyonhallgatás, kötelező agyonhallgatása volt, és veszélyes volt erről beszélni. Igen, és hát most aztán mindennél veszélyesebb, anélkül, hogy az ember független tudna maradni. Visszatérve a szereplőkre, meg a színész kollégákra, számomra az volt egy nagyon nagy élmény az elmúlt napokban, bár csak így lehetne tanítani a történelmet a középiskolákban, amikor az a jelenet volt, amikor a Bratianu érkezik, ugye a titkos tárgyalás után már a nagyhatalmakhoz, és akkor külön ül, ugye, mondjad már nekem a szerepneveket, a Kádos Jucóék, tudod, az a jelenet, amikor érkezik Románia Lloyd Georgehoz, Amerikához, a brit miniszterelnökhöz, a franciához, és akkor a János meg a színészek együtt kitalálták, hogy a román, a Lábodi Ádám, aki fantasztikusan fogja alakítani szerintem a Mohó Bratianut, kicsit távolabb ül a széken, és mindig így hozzájuk törleszkedve oda akar férkőzni közéjük, de ők nem engedik maguk közé. Tehát olyan zseniálisan egy pillanat alatt megértettem, hogy miről szólt ez az egész. És ahogy a Clemenceau végül aztán a földbe döngöli őt, hogy miről szól ez is, csak emberek csinálták, ugye, ahová eljut a Gustavsson a végén, hogy itt az egyéni felelősség, hogy ezek nem
általános politikai csoportok voltak, hanem egyéni emberek, akik este 11 óra 21 perckor éhesen, szomjasan, fáradtan úgy döntöttek, a másiknak fejfájása volt, később megbolondult. Tehát, hogy ilyen egyéni emberi állapotokon, lélek és testi állapotokon is múlt Magyarország sorsa. Hát azon is múlott természetesen, és ezen belül akkor maradjunk Wilson elnöknél. Nem véletlen a vádlottak között elsőként szerepel, mert azzal, hogy ő kilépett a tárgyalások menetéből, ezt agyi érbetegségének előjeleként is magyarázzák, vannak szakértők, akik ezt tagadják. A lényeg az, hogy nagyon sok múlott, hogy a Clemenceau egyeduralkodóvá válhatott, és az akaratát végig tudta vinni, illetve később már egy olyan utód tárgyalópartner vitte tovább a tárgyalásnak, egyértelműen az ő embere volt Tardieu. Úgyhogy tudatosan fölépített, megszervezett tragédia a magyarok kárára, de az egészben az a döbbenetes, hogy bármelyik titkos tárgyaláson üzleteltek, hogy mondtad, adok, veszek, tényleg, mint a piaci kofák szó szerint, mindenki a Magyarország földjéből akart fizetni. De az a döbbenetes, hogy a velünk szövetséges németek is keresték a saját szövetséges, de magyar földi cserébe. Szóval itt vannak igen egyéni egészségi problémák, de itt azért nagyon komoly jellem, elhatározás és politikai szándék. Feléjük önmaguk felé jó szándék, hát felénk az biztos, hogy nem jó szándékként realizálódott. És Edward Benes se hagyjuk ki a sorból, aki... Ki nem szabad hagyni. Ki nem szabad hagyni. A rendkívül ellentmondó személyiség Benes saját hazájában, és annak egy számos szobra van. Pont ma beszéltünk arról, hogy a neve mellé igen sokszor hozzáteszik a likvidátor becenevet, hogy mondjam így, vagy bélyeget, mert amit megígért Trianonban, ha megkap mindent, akkor abszolút védelmébe veszi a otteket magyarokat, az oda csatolt magyarokat. Hát ez annyira nem tartotta be, hogy a halottak száma átlépte a 145 ezeret, a menekültek, meg közel 400 ezeren voltak a kitelepítettek és menekültek. Szóval megéri a pénzét. Én leírok olyan dolgokat, amik nem egyszer tulajdonképpen becsületsértőek lennének. Ezt valahol olvastam is, hogy írtátok a darab kapcsán, de nem én találtam ki. Ezek vagy korabeli sajtóanyagok, vagy mások véleménye, de a jelzők, ami igen sokszor kérdőjellel illeti őket, a korrektségüket, sajnos igaz, igazak. Szóval nem mindig a tisztesség és a tisztességes szándék, illetve a célért nem sajnálták az eszköz, el is hangzik a darabba, hogy én nem politikát csinálok, én céljaimat akarom elérni. Ezt a Sereg Zoli szájából hangzik el. Ugye Gustafsson, ő Magyarországot képviseli a tárgyalás során. Lehet együtt érezni a magyarokkal? Lehet megérteni ezeknek a magyar politikusoknak a döntéseit? Hová jutsz el gondolatban? Megpróbálok addig eljutni, mint a szerep. Tehát, hogy egy nagyon okos, jóindulatú megközelítéssel szinte a végtelenségig lehet harcolni, védeni a magyarok igazát, de aztán óhatatlanul átbillen egy elemzésé a dolog, majd egy felismerésé, és azt a felelősséget nem hagyhatjuk ki, hogy a béke diktátum következményei ránk is tartoznak felelősségben, nem csak a utódállamokra, vagy a központi hatalmakra. Tehát ennek a felismerésnek végül is az én szerepem, ennek a felismerésnek az útját járom be. Most így az arányokat kell még jól kitalálni, vagy minél többet kell természetesen egybe mennünk, a többiekre figyelni, ők hogyan hatnak rám. Egyébként csak visszatérve arra, hogy mi mindent csak itt tudtam meg, hogy például maradjunk a Clemenceau-nál, aki az egy legellenszenvesebb figura.
ismétlem, Egyed Attila játssza kitűnően. Hogy azzal is most szembesültem, hogy ő benne volt a transzszibériai vasútvonalba üzletileg, mint egy 4 milliárd aranyfrankkal, és ő, amikor a Leninék ugye győztek, akkor ott az ő üzleti lehetőségei enyhén szólva megcsappantak, tehát neki nagyon komolyan be kellett valahogy gyűjtenie újra ezt az elveszett összeget, amit azért az a román kőolajmezők, meg egyéb befektetések, meg mindenféle üzleti manipuláció által ő kikeverte magának ebből a helyzetből, ahogy jöttem Párizsban végül is egy vezető helyzetben volt. Ezeket is most tudtam meg. Tehát, hogy amellett, hogy ott van ugye egy nagy volumenű politikus, ott van egy mérhetetlen kiszerűség. Gyarlóság. Igen. Nekem még az is ilyen szomorú rácsodálkozás volt, hogy amit ugye Aponyi gróf kapcsán, akit Rokán Péter alakít nagyszerűen, hogy hogyan bánt a magyar vezetés az etnikumokkal. Hát igen, a nemzetiségi kérdés a 19. század elejétől került úgy a szó használatba, vagy egyáltalán fölmerült a nemzetiség, mint probléma, mint lehetőség, mint egy faktor, mint egy tényező a magyar közéletben, politikai életben, illetve későbbiekben már egyértelműen, mint a jövőben is szerepet játszó személyek. Aponyi az külön egy, így mondom, gyermekkori szerelmem, meg kell, hogy mondjam. Én ott nőttem föl, már miután Pécsen voltunk, 57-től, közvetlen egy Aponyi tér mellett. Aponyi tér akkor dzsungel volt, mint a őserdőbe házakat építettünk a ágak közé, és aztán ez is a köztársaság tér lett. És felnőttként sok éves harcomba került, még elmondhatom, hogy Aponyi, újra Aponyi tér Pécset, úgyhogy egy nagy küzdelem volt. Aponyinak köszönhető a Pozsonyi Egyetemnek a Pécsre költözése, és Pécsi Egyetemi Könyvtárban van egy nagyon szép Aponyi mellszobor is. Tehát én nagyon szívemen viseltem. Nagyon korán találkoztam már az ő naplójával, visszaemlékezéseivel, tehát erős kötődésem van hozzá. Lenyűgöző a párizsi beszéde, és érdekes volt aztán szembesülni a párizsi beszédjének a kritikájával, ami pont a mai napon került próba alá, de egy elképesztő egyéniség, aki nem volt 10 éves, de már 6 nyelven beszélt folyékonyan, görögtől latin, és a nyugati nyelveken, és kiváló személyiség, egyéniség volt, és egy nagy vesztese Trianonnak, mert nem csak a felvidéki birtokait vették el, de például nem is tudom, benne van a könyvben, hogy annyira nem engedték őt át a határon, hogy a ruhatára az hozzáférjen, hogy a párizsi indulása előtt külön kellett varratni magának öltönyöket, mert nem mehetett haza, nem engedték be a szlovák határőrök. És ugye Párizsban is katonai kíséret fogadta. Hogyne, nagyon szigorú kíséret. El nem hagyhatták el a Madrid hotelt, és vannak korabeli felvételeim erről, hogy tényleg a fegyveres őrség veszi körül őket, kizárólag Henry alezredes, majd ezredes révén küldhettek üzenetet, meg kommunikálhattak a külvilággal, aki ezt megsértette, ment fel a narabba, volt egy újságíró, aki kilépett ismerőshöz, azonnal kitoloncolták. De csak a magyar politikusokkal bántak ilyen szigorúan? Mindenütt szigorúan, de ez a zárlatszerűség senkivel nem volt. Szóval a magyarokkal szemben nem csak maga a békediktátum volt radikális, hanem a bánásmód is abszolút egyedi volt és durva. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!